De az országos média is foglalkozik Marcalival, hogy a választáson történtek problémák. Melyek ezek, és mi a következménye ennek? Egy probléma volt, de az sajnos elég komoly eljárásjogi hiba volt. A hetes szavazókörünkben a nap folyamán, délután folyamán elkezdett a bizottság használni egy olyan második bélyegzőt, amit nem kellett volna, és ennek a bélyegzőnek a használata eredményezett szavazat érvénytelenséget. Ez pedig úgy történt, hogy a szombati napon a választást megelőzően a 12 szavazókör végig kell járni a helyi választási irodának a rendőrséggel. Ilyenkor lezárjuk ezeket a helységeket, tehát külön bélyegzőt használunk ehhez, és ez a külön bélyegző bent maradt abban a gépjárműben, amivel következő nap mozgóurnázást bonyolítottunk. És mivel az utolsó mozgóurnázás ezt a szavazókört érintette, a gépkocsi vezető azt gondolta, hogy a mellette helyet foglaló delegált, aki mozgóurnázást végzett, ő felejtette bent ezt a bélyegzőt a gépjárműben, és beadta a szavazókörben, és napközben pedig a bizottság, tehát nem ellenőrizte a bélyegzőnek a lenyomatát, hogy nem azonos a hivatalosan átadott bélyegzővel, és ezért, amikor ezt a bélyegzőt kezdték el a délután folyamán használni, az esti szavazatszámláláskor vették észre, hogy két különböző bélyegző lenyomat van. Pontosan az eljárási szabályok betartása érdekében muszáj volt a bizottságnak ezeket a szavazólapokat érvényteleníteni. Ilyenkor kérhetnek, vagy van rá lehetőség, hogy ott esetleg újra megismételjék ebbe a körbe a választást, vagy ez előfordul? Igen, erre van lehetőség. Egy jogorvoslati határidő múlt héten lejárt, nyilván az érintette, minden érintett tudott róla, és az egyik jelölő szervezetnek 2 delegátja dolgozott ebben a szavazókörben, a másik érintett, elsősorban aki a legtöbb szavazatot veszítette vele, az ő delegátjuk volt, aki átvette egyébként ezt a bélyegzőt. Tehát volt lehetőségük arra, hogy a bizottság tevékenysége miatt kifogást nyújtsanak be, ennek lejárt a jóorvoslati határideje, illetve jelen pillanatban ma 4 óráig még az eredmény jegyzőkönyv támadható meg jogorvoslattal, de ez nem a konkrét szavazatszámláló bizottság eredményét takarja csak, hanem a teljes OLVK-nak az egyéni választókerületi eredményét, hiszen van olyan jogorvoslat, ami csak ennek az eredmény jegyzőkönyvnek a megtámadásán keresztül biztosítható. Én nem tudom azt megmondani, hogy ha beérkezik jogorvoslati kérelem ma 4 óráig, akkor a felettes választási bizottság a fentiek tükrében milyen választási eredményt, vagy milyen döntést fog hozni, megismételteti-e kizárólag ebben a szavazókörben a választást. Azt viszont mindenképpen szeretném elmondani, hogy a szavazást követően a teljes bizottsággal leültünk, megbeszéltük, hogy zajlott le, és mint történt ez a szerencsétlen helyzet, és mindenki kivétel nélkül elmondta a bizottság tagjai közül, hogy rettenetesen megviselte őket ez a helyzet, ez a körülmény. Nagyon sajnálják, hogy ennyi szavazat érvénytelen lett a bélyegző lenyomat miatt, és bizony órákig nem csak mi nem aludtunk még hajnalban, hanem ők sem tudtak ennek a helyzetnek az ismeretében pihenni, mert mindenkit nagyon bántott, hogy egy ilyen eljárási baki miatt következett ez be. Nyilván ehhez hozzájárult az is, hogy abban az időpontban, amikor beadásra került a bélyegző, akkor nagyon sokan álltak sorba, tehát nem tudtak a többiek odafigyelni, illetve aki átvette, ő sem volt abban, azzal teljesen tisztában véleményem szerint, hogy második bélyegző nem használható. Holott mondjuk a felkészítőn ezt elmondtuk, hogy minden szavazókörben egy bélyegző használható, és a mozgóurnázásnál nem lehet bélyegzőt kivinni, hanem előre le kell pontosan ezért bélyegezni a szavazólapokat, de azt gondolom, hogy mindenki erőn felül próbált ennek ellenére helytállni, azt követően is, amikor a sajtóban azért ezek a hírek megjelentek, nyilván itt helyben pedig az érintettek tudták, tehát ez... és a területi választási irodát is tájékoztattuk róla még a választás éjszakáján, és itt helyben az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodát is.